Gábor hangja sokaknak ismerős lehet. A Trónok harca című filmsorozatban ő szinkronizálta Hodort, az egyszavú óriást. Gábor ugyanis színész. Mivel a színjátszás nem tölti ki teljesen a napjait, beállt autóbuszvezetőnek. Legjobban a kertvárosi járatokat szereti, mert így személyes kapcsolatot tud kiépíteni az utasokkal. Sokukat név szerint is ismeri. A legfontosabb alapvetően az a utasbiztonság, ez mindent felülír. És akkor ezután gyakorlatilag súlyozás nélkül következik a menetidőbetartás, ami forgalomfüggő. Ezen kívül a megjelenés és az utasokkal való kommunikáció. Találkoztam olyan helyzettel, hogy a kedves utas felszállt, és akkor azt mondta, hogy én már mutattam az előző buszon a bérletem, és nem értettem, hát kiderült, hogy járatkimaradás volt, amiről én nem tudtam. És ő várta a buszt, nem érkezett. Először egy pillanatra, hogy összevontam a szemüldököm, hogy most mit csináltam rosszul. Aztán kiderült, hogy szegény várt, de ő nem tudhatta, hogy én nem tudom. Nem olyan rég volt a Budafoki Borfesztivál, ahol este az utasok felszálltak, kezükben üvegpohárral, és így ezt úgy mondjuk, hogy ki volt tömve a busz. Nagyon nehezen tudtam becsukni az ajtókat. Ezek az emberek egy borfesztiválról jöttek. Tehát úgymond kapatosak voltak, nem részegek. Kapatosak, jókedvűek. 100 emberhez ilyen helyzetben nem lehet úgy hozzászólni, hogy kérem jöjjön beljebb, hát határozott hangon, hanem játékos formában, de közben bennem iszonyatosan állt az ideg, hogy nehogy utassérülés legyen egy kis fékezéstől sem, mert mondom, üvegpoharak voltak a kezükben. De hál' Istennek, hogy megúsztam ezt a dolgot. Ezt éltem meg eddig talán a legkeményebbnek, de mondom, ez viccesen, de ez még a kommentekben is megjelent. Juditra gyakran csodálkoznak rá a gyerekek. Jé, néni vezeti a trolit. Régen nem voltak női sofőrök, így 1996-ig kellett várnia, hogy ő is beülhessen a kormány mögé. Többnyire Zuglóban és a belvárosban szállítja az utasokat. Szabad idejében imád kertészkedni és főzni a családjának. Mit kell tennie egyébként ahhoz, hogy megnyerjen egy ilyen versenyt? Tehát hogyan kell vezetni a trolit? Tényleg gyorsan és akkor mindig plusz 3 percet hozni a menetidőn, vagy mit? Nem kell semmi különöset tenni. Én egyszerűen csak végeztem a munkámat, megpróbáltam türelmes és figyelmes lenni, és hát már amikor ez sikerült, én úgy érzem, hogy ami tőlem tellett, vagy tőlem telik, azt nap mint nap igyekszem megtenni. Hogy kerültem a pályára? Hát, ahogy a filmben is ugye mondtam, apukám buszvezető volt, és én gyerekkorom nagyon sokat játszottam a busszal, és én vezettem a buszt, és játékból, és én majd, ha felnövök, de jó lenne, a buszos lehetnék. És akkor az élet úgy hozta, hogy majd 96-ba eldöntöttem, hogy belevágok. De mivel nem volt dém, ezért indult a troli tanfolyam, és én azon jelentkeztem. Számomra a legfontosabb a vezetésben a sok-sok találkozás. Nagyon szeretem, hogy az állandó utasok mellett mindig új emberekkel is találkozom a munkám során.